A mi hazánk véget vetne a végrehajtók álmok futásának, új alapokra helyeznénk az elévülés szabályait. Vérlázító és abszurdnak tartom azt, hogy ma Magyarországon akár 20-30, de akár több éves tartozásokat is napirenden tarthatnak a végrehajtók, és ezeket végrehajthatják, behajthatják az adósokon. Azt is hozzá kell tenni, hogy a jelenlegi jogszabályok értelmében ezt sajnos törvényesen vihetik végbe, bár igazságtalanul meglátásom szerint. Vajon miért is pihentetik egyébként mind a végrehajtók, mind pedig a követeléskezelők a különböző adósságokat? Ugye azért, mert ugye ez nagyon megéri mind a két fél részére, mivel minél nagyobb kamatokat generálnak így, illetve minél nagyobb jutalékot is a végrehajtó be fog tudni majd szedni az ügy lezártával, hogyha jobban elhúzódik az adott ügy. A legfőbb probléma egyébként az ezzel az elévüléssel kapcsolatban, hogy sem a közjegyzőnek, sem a végrehajtónak és a követeléskezelőnek sem kötelessége az, hogy az elévülést megvizsgálják és erre vonatkozólag lépéseket tegyenek. Ugye a követeléskezelő héjnák arcán pedig van olyan nagymértékű bőr, hogy már-már erre szakosodtak ki, és elévült követeléseket próbálnak ugye folyamatosan behajtatni az adósokon, ami ugye nyilvánvalóan jogsértő, és ugye a végrehajtó pedig zokszó nélkül viszi végbe ezeket a végrehajtási eljárásokat. Ennek eredményeképpen ugye nagyon sok honfitársunk válik hontalanná, és ugye teljes nyomorba dönthetik az adósokat. Az is érdekes tény, hogy az adóhatóság hivatal részéről, vagy a NAV végrehajtásnál az állam felé lévő tartozásokat sokkal lazábban kezeli az egész eljárás alatt, mivel itt felülvizsgálják hivatalból ezeket az eljárásokat, hogy azok elévültek-e vagy sem, és hivatalból döntenek arról, hogy ezeket le kell lezárni, vagy sem ilyen jogcímen. De amikor a bankok pénzét kell behajtani, már akkor a törvény, és ugye a kormány nem ilyen engedékeny. Ugye itt szabad kezet ad teljes egészében a kifosztásnak. Úgy gondoljuk, hogy a végrehajtók igenis dolgozzanak meg a fizetségükért. Véget kell vetni a népnyúzó végrehajtók álmok futásának. Ezért is elvárjuk, hogy hivatalból vizsgálják meg a végrehajtók az elévülést minden egyes ügynél a továbbiakban, és ez törvényileg legyen kötelező számukra, és az amennyiben ugye megállapítják, hogy az elévülés beállt, akkor ugye le kell zárniuk az ügyet. Ha az állami vagyonnál működik ez az irány, hogy ugye hivatalból kell felülvizsgálni az elévülésnek a jogszerűségét, akkor hogyha a bankok követeléseit kell ugye behajtani, akkor erre vonatkozólag is ez a szabály és ez az irány legyen a továbbiakban az útmutató, és hogy végre megszűnjenek az adósok kizsákmányolása, és végre igazságos legyen az egész végrehajtás.